Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Nexus Televízió műsorát látják. Ma egy új sorozatot indítunk, csípőből tüzelünk címmel. A sorozat házi gazdája, Fodor Szilárd, mai beszélgető partnerem. Szilárd, köszönöm, hogy eljöttél, és hogy elindítod ezt a sorozatot. Halak ezekkel. Szerbusz, köszönöm szépen a meghívást Zoltán, tiszteltek, köszöntöm a kedves nézőket. Először egy pár szót rólad, amit tudhatunk így előjáróban, hogy vezető, tanácsadó, közgazdász vagy, és hogy humán fejlesztési szakértő. De ami sokkal fontosabb is, ami a műsorunkhoz tartozik, hogy kutatod az intuíciót és, és a vezetői magatartásokat, aztán e tárgykörben éppen írsz egy könyvet, amit most már editálásra, szerkesztésre, kiadásra, megjelenítésre egy amerikai kiadó is érdeklődik, talán már a szerződés is megkötetett, de ennek a készülő könyvnek már egyes cikkeit már közé is tetted, megjelentetted a HR portál nevű weblapon. Hát, kedves Szilárd, a legfontosabb minőségedet még nem mondtam el, amivel itt vagy közöttünk. Fodor Szilárd a Nexus Televízió stábjának újdonsült tagja, és remélem, hogy még nagyon-nagyon sok műsornak a szerkesztője, házigazdája, riportere lesz. Először arról kérdeznélek, hogy mi ez a csípőből tüzelünk sorozat, miről fog ez szólni? Képzeld el, egy felmérésünk során, amelyet a Happiness Consulting cégemmel együtt végeztünk, nagyjából ezernél is több HR vezető és egyáltalán vezető vett részt benne. Azt láttuk benne, hogy a vezetőknek több mint 80%-a gyakran vagy nagyon gyakran alkalmazza az intuíciót vezetői döntései során, saját elmondása szerint. Ez egy rendkívül meglepő tény, ugyanis a logikát az intuícióval úgymond kiegészítjük. És amennyiben ténylegesen kiegészítjük az intuícióval, akkor miért ne beszélnénk erről? Miért ne kutatnánk az intuíciót? Hiszen ha 80%-uk a vezetőknek azt mondja, hogy gyakran és nagyon gyakran alkalmazza, akkor erről érdemes beszélni, ezt érdemes kutatni, erre érdemes figyelni. Erről, mondjuk nekem ez nem okozott meglepetést, mert ezért életem során nagyon sokszor voltam vállalkozás szervező vezető, és hát tényleg így működött. Tehát ezt csak megerősíteni tudom, ezért nekem ez természetes, de hogy ezt kutatni is kellene, az, az, az viszont már nekem újdonság. Tehát a csípőből tüzelünk a sorozat a, a alapvető meghatározó témaköre ez lesz, hogy mi a helyzet ezzel az intuícióval, és mit tudunk vele kezdeni legfőképp, ugye? Igen, alapvetően csípőből tüzelünk, tehát egy ösztönszerű megérzésre hallgatunk. És ahogy te is mondod, ugyanígy te magad is a vállalkozói életed során ugyanezt használtad. Mi van azonban akkor, hogy ezt tökéletesítjük? Aha. És mi van akkor, hogyha beigazoljuk azt, amit jó pár publikáció mond, hogy az intelligencia legmagasabb formája az intuitív látásmód. Hogy képzeled ezt a műsorsorozatot? Ideülsz egy jó sok papírral, kedves nézők, most akkor az intuícióról fogok beszélni, önöknek előadást tartani, és akkor még egy-két ábra lesz, vagy esetleg izgalmasabb lesz. Ja, egyrészt igen, másrészt nem. Egyrészt azért lesz izgalmasabb, mert két oldalról közülítjük meg. Az első megközelítés az, hogy megkérdezünk engem, aki ezzel foglalkozik, és elmondom a tutit, elmondom a nagyon frankót, hogy hogyan kell ezzel foglalkozni, és mi ennek a csíziója. Ez azért érdekes, mert különböző tudományágok megközelítése, oldalá, vagy mondjuk tudományágok oldaláról megközelítve az intuíciót, másra egymére kapunk. Megközelíthetjük az intuíciót úgymond a kvantumfizika oldaláról, a valóság természetének oldaláról, Aha. erről szó lesz. Biológiai oldalról, hogyan működik az intuíció. Filozófusok sora ezzel foglalkozott, az intuíció volt a csúcs téma a filozófiában. Pszichológiában megnézzük, hogy hogy működik. A gazdasági életben meg tudjuk nézni, hogy hogy működik ezek, mint olyan tudományágok, amelyeket érdemes megnézni, hogy milyen módon használják az emberek ezt. Aztán ezt követően sor kerül arra, hogy arról beszélünk, hogy milyen módon lehet ezt fejleszteni. Ez az első blokk. A második... Lehet fejleszteni? Igen. A, a spiritualitást kihagytad ebből a kérdéskörből. A, kérdés. a spirit nem így hívják, hogy intuíció, hanem beszélgetek Istennel, euh, rovat, de az is nagyjából azt gondolom, hogy ennek a, a perifériájában. Ez a sorozat ez, ez eléggé steril marad a tudomány tekintve. Uh -huh, uh -huh. A, ö, az Ezo Zizi és egy, egyéb hozzáállásokat félretez, téve csak tudományos oldalról közelítjük meg, azonban mondhatjuk azt, hogy a különböző eddig spiritálásnak nevezett tudományoknak is mélyen pár, pároknak közülük az intuíció a lényege. Ahogy ismerek, tudom, hogy rengeteg illusztrációt fogsz hozni ezekre a, az előadásokra, tehát az egyik az, hogy elmondod a tutit, Ez egyik része, fő része ennek a sorozatnak, a másik része az, hogy fog felépülni. Igen, a második része az pedig arról szól, hogy megkérdezem másoktól a tutit. Ugyanis mi mindannyian folyamatosan fejlődünk, és nem csak magamnak, hanem bizonyára a kedves nézőknek is érdekes lehet az, hogy megtudják, hogy melyik celebritás, vagy melyik híres ember hogyan gondolkodik erről, hogyan alkalmazza azt. Arról létsz, és mondjál egy pár szót, hogy kik lesznek a vendégeid. Ezek magyar celebritások lesznek elsősorban, ugye? Magyarok és külföldiek is egyben. Külföldiek? Külföldiek is lesznek, igen. Hát nem csak magyarok használják az intuíciót, a külföldiek kétszer olyan gyakran alkalmazzák a vezetőket tekintve. Magyarországnak még érdemes fejlődni ebben. Mernünk kell használni az intuíciónkat a felmérések szerint. Nyilván nem szeretném azt, hogy bármi konkrét nevet is árulj el, de azért azok a külföldiek, akiket megszólítasz, azok, azok nagyjából ismertek a hazai mondjuk ébredő médiát nézők? lesz köztem olyan, aki ismert lesz, legalábbis a tervek szerint, aztán majd meglátjuk. Szilárd, ahogy te már annyit kutattad ezt a, a kérdéskört, meg most már tudományosan is körbejártad, akkor hogy definiálnád, mi ez az intuíció? Fontos az, hogy intuícióról beszélünk, vagy szakmai intuícióról. Aha. Az intuíciónak a fogam körét elég tájra lehet venni, most abban nem megyek bele, a szakmai intuícióra hagyatkozunk, ami a könyvnek és a, a sorozatnak a lényege. szakmai intuíció két részből áll. Az első rész az, hogy rendelkezünk a szakmai tudással. Ezt egy intellektuális, logikus, agyban tárolt mondjuk így tudásrendszer, amivel a hétköznapi élet során végezzük a dolgunkat, megtanultuk a szakmánkat, ez annyit jelent. Ehhez társul egy olyan úgynevezett intuitív képesség, Amely abból alakul ki, amikor komplex feladattal találkozunk, vagy olyan mélységű információt, vagy olyan mélységű tudást kell meg megbecsülnünk, előrelátnunk, amelyel még logikus információ formájában még nem rendelkeztünk. Amely ennyit tesz hogy megjósoljuk bizonyos tendenciáknak úgymond a kimenetelét, vagy egyszerűen egy, egy szikratámad belül úgy érezzük, hogy jé, ezzel a témával is érdemes foglalkozni, jé, ez úgy néz ki. Tehát kvázi a komplexitás szemlélete, azáltal, hogy a rendszert komplexitását leegyszerűsítjük, és át tudjuk markolni azt a búzaköteget, úgymond, amit információnak nevezünk, és el tudjuk magunktól egy kicsit tolni, nem vagyunk benne a köteg búza mezőben már, hanem meg tudjuk fogni, és el tudjuk tolni magunktól egy kicsit, rá tudunk nézni, úgymond éberség intelligenciával. Tehát ez annyit tesz, ha figyeljük azt, ami történik, tehát éberen figyeljük, ebben az esetben nem csak az adott helyzetet tudjuk kezelni, hanem különböző impulzusok is jelennek meg a térből. Ezt nevezzük szakmai intuíciónak. Ha megemlítetted az éberséget is. Ezzel is foglalkozó, ugye van külső és belső éberségünk is, vagy kifelé figyelő éberségünk, befelé figyelő éberségünk? Pontosan, hogyha három része, hogyha, ezt a, hogyha, a, tortát három részre vágjuk, és ezt a felosztást használjuk, akkor mondhatjuk azt, hogy, a, hogy amit mi saját magunknak nevezünk, akkor az kvázi ébesség, mert feltetjük a kérdést, hogy mi az, ami mi vagyunk azok vagyunk, amiket gondolunk, vagy azok, amit, amit érzünk, és akkor így most gondolunk valamit, de utána abba marad a gondolat, és utána akkor mi vagyunk két gondolat között, akkor hol vagyunk? Tehát az a koncepciós sorozat vagyunk, amit így elképzeltünk magunkról? Hát nem. Ami, ami kiderül ebből a kutatásból, az az, hogy mi nem az vagyunk, hanem az az éberség, ami mindezt figyeli. És az, hogy milyen szavak, milyen gondolatok, milyen tendenciák, milyen kulturális vagy, vagy szokásbeli tendenciák jelennek meg ebben az éberségben, amelyek eltárolásra kerülnek szokásként neuronhálózatokban az agyunkban, az egy másodlagos tényező. Ami az érdekes, az az, hogy ezen úgynevezett képek mögött, amelyek jönnek, mennek a mondjuk így a mozivásznon, vagy a TV tévéképernyőn, nexus tévéképernyőjén, az mögött van egy mozivászon. És a mozivászon vagyunk az, ami figyeli a képeket, amelyik létrehozza a képeket, úgymond. És ilyen módon, ilyen módon a képek alakításával párhuzamosan, azáltal, hogy ránézi, ránézünk magára a mozivászonra, látjuk a mozivászon bármely pontját. És ilyen módon a mozivászon bármely pontján megjelenő információnak azon nyomban, birtokában vagyunk. Ez az intuíció. Tehát ilyen módon uh, indul el az intuitív megközelítés. Ilyen módon beszélünk az éberség intelligenciáról. Tehát az intuitív megközelítés alapja az éberség intelligencia, hogy mennyire figyelünk a dolgokra. Az a fókusz, az a hozzáállás, amivel figyeljük a dolgokat. Ennek két iránya van alapvetően. Az, hogy mi van a világban, találkozunk politikával, ezzel, azzal, amazal családdal, stb és hogy hogyan viselkedünk, hogyan uh, 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 értelmezzük ezt, ez a külső éberséghez tartozik. Ezzel párhuzamosan ezek az úgymond... Uh... Jelenségek valamilyen lenyomatot hagynak bennünk, és valamilyen módon értelmezzük ezt bennünk, kavarognak gondolatok, bennünk kavarognak érzelmek. Ezeknek a felismerése a belső éberség. Miért kell ezt tenni? Azért, mert szeretnénk kinőni az állati korból, mindannyian, vagy a kicsecsemő korból, ugye a saját életünk során, és szeretnénk a frontális kortexet, ez a, a, ugye az anyunknak a döntésképes mechanizmusait is alkalmazni, amely képes arra, hogy felülbírálja. Az az érzelmeit vagy gondolatait. El tudja bírálni saját magának az agy éberséggel, hogy akkor ezt most tényleg tegyem vagy ne tegyem. Valamit, amit úgy érzek érzésből, hogy hú, ezt most valakinek le kéne keverni egyet, akkor ezt megtegyem vagy ne tegyem. Tehát ez a kontroll, ez itt van elől a homlok lebegyünk alatt. Ezért a belső éberség is rendkívül fontos, hogy hogyan figyelünk erre. E kettő között van egy úgynevezett híd. Hogyan értelmezzük azt, ami kívülről áramlik befelé és ez, egy, és ez rendkívül fontos, hogy mit gondolunk miről, és ami bent van, azt hogyan jelenítjük meg, milyen motivációval jelentjük meg a külvilág felé, milyen hozzáállással. És az a három szint, ami a éberség intelligenciának. Gyakorlatilag ez az előadás sorozat, ami itt most a Nexus Televízió képernyőjén elindul a csípőből tüzelünk címmel, amelyiknek a szerkesztője és vezetője vagy. Ez gyakorlatilag egy tréning lesz a nézők számára, ahol felismerhetik a, a problémáikat, amikkel életük során találkoznak, annak a forrását és kezelhetik, és elindulhatnak a megoldás felé, hogy a saját életüket, saját érzelmeiket, gondolataikat már kicsit tudatosabban, éberebben irányítsák a, arra felé, amely boldogabbá teljesebbé teheti az életüket. Mindenképpen hasznos lesz hozzá, igen. Hát én már nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon kíváncsian várom ezt a sorozatot, nagyon kíváncsi vagyok arra is, hogy mind erről az éberségről, a, az intuícióról mit szólnak a nagyvilágban megszólítandó ö, vezetők, ö, celebritások, Szilárd, köszönöm, hogy itt vagy velünk. Köszönöm a meghívást. Köszönöm a lehetőséget. A nézőknek köszönöm a figyelmet. Önök a Nexus Televízió újabb sorozatának a bevezető adását látták, amelynek a címe Csípőből tüzelünk és házigazdájával Fodor Szilárddal beszélgettem. Nézzék továbbra is, műsorainkat tudják, mert jogunk van az éberséghez. Viszontlátásra!